A vendégeket Kunné Nánási Mónika megbízott intézményvezető köszöntötte. A kiállítást Szőlősi Sándor, a Nemzeti Művelődési Intézet módszertani referense ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Nekem nagyon pozitív, ha lehet így mondani, pozitív csalódás, bár a csalódás az nem jó kifejezés erre a tevékenységre, ami itt folyik Karcagon. Ez egy csoda, amit Karcagon megismerhettük, a csoportot, illetve a csoport vezetőjét, és azt, hogy milyen munka folyik, az, hogy itt átörökítés folyik, és bevonni a fiatalokat, és rendszeres kiállításokat szervezni, hát ez minden várakozás felülmúl a részemről. Ahogy fogalmazott, csoda, amit a karcagi csipkeverők bemutatnak a nagy közönségnek. A Kun Rózsa csipkekör kapcsolódott a Szakkör Tudásunkkal kézenfogva programhoz is, melyről bővebben is szólt a szakember. A szakkör programra bármely közművelődési intézmény jelentkezhet. Ennek a feltétele az, hogy egy ötfős csoportot kell összetoborozniuk. Ebből az ötfős csoportból valakinek el kell végezni a szakkör módszertanát, tulajdonképpen egy képzést, egy online képzést, amiről itt hallottunk is a megnyitó folyamán, és onnantól kezdve a szakköröknek igen, igen komoly tárházából válogathat bárki. Tulajdonképpen... Egy-két példát említenénk? Hát egy-két példát: bútorfestés, gyertyaöntés, kosárfonás, papírfonás, csipkeverés, hímzés... Hát akkor tényleg lehet, mindenki rengeteg, megtalálja. Rengeteg, igen, igen, igen. Én úgy gondolom, ez folyamatosan bővül, tehát a Művelődési Intézet lát ebben potenciált, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a szakkörök minél inkább, minél szélesebb köröket tudjanak kielégíteni. Éppen ezért rendszeresen frissíti a szakkörök, bővíti a szakkörök sokaságát. A 2011-ben alakult Kun Rózsa csipkekör eredményeit az alapító, alkotó Fejesné Koppány Gabriella népi iparművész csipkeverő mutatta be. Többnyire mindent megbeszélünk, amikor kezdünk egy új, vagy kezd bárki egy újabb csipkeverést, akkor megmutatja a csapatnak, megbeszéljük, hogy hogyan érdemes kezdeni, milyen fonallal, vastagságát, színét megbeszélni, hogy az adott csipkeminta mit kíván meg. Mert nem lehet nagyon vékonnyal egy robusztus mintát elkészíteni, hát ez már egy szélsőség. Viszont vastag fonalból pedig a finom cizellált minták nem illik hozzá a vastag fonal. Hát ezt is megbeszéljük, azt is, hogy hány orsóval csináljuk. Hát nekem két családom van, egy, aki vér szerinti családom, a másik pedig a csipkekör. Itt minden örömünket, bánatunkat viseljük, egymás terhét hordozzuk, és amikor valamiben nem értünk egyet, megbeszéljük azt is. Az általuk készített több száz munkából most csak egy kis ízelítőt hoztak, de a körtagjai közreműködtek a régi karcagi csipkeminták felkutatásában, szakmai könyvük ma is sikeres. Kezdeményezésükre a Hungarikum Bizottságtól a magyar vercsipke, mint kiemelkedő nemzeti érték felvételt nyert a Magyar Értéktárba. A csipkekör tagjai szeretnék átadni csipkeverő tudásukat a karcagi fiataloknak is. A Nemzeti Művelődési Intézet pályázatára nekiálltunk mi öregek is, és megcsináltuk azokat a házi feladatokat, amiket elvártak tőlünk, és azt is összedugtuk a fejünket, mert volt, amit én se tudtam hirtelen megoldani. És akkor jött a másik tag, hogy figyelj csak, én így csináltam, és jobban hasonlít, mint a tiéd. A megnyitón közreműködött a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Erkel Ferenc, Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény növendéke, Makai Boglárka, zongorán kísért Rabzita Mónika tanárnő.